fogjátok elvinni. Én azt hittem, elrökülök örömömbe. Ugyanis én 12 éves korom óta Fradi Drucker vagyok. Azon mi megállapodásunk lényege, hogy stratégiai megállapodásunk lényege, és abból a gondolatból származik a mi ötletünk, hogy a sport is a kultúra része. És persze ez néha a szurkolói ritmusokban nem biztos, hogy kitűnik, de mégis azt gondoljuk, hogy nagy hatást tud kiváltani az emberekre. Nagyon megtisztelő számunkra ez a lehetőség, ez az együttműködés, és valóban arról van szó, hogy nagyon-nagyon közel áll a két dolog egymáshoz. A Nemzeti Színház csapatot is, a Ferencváros is azzal büszkélkedhet, hogy több százezer ember nézi meg az előadásait, megmérkőzéseit. Két csapat van, akinek drukkolok. Az egyik a Fradi, a másik a magyar válogatott. És teljesen mindegy, ha hiszitek, ha nem. Teljesen mindegy, hogy jól játszanak, vagy rosszul. Én akkor is neki drukkolok. Sőt, ha vitás helyzet van, az agyamban tudom is, hogy az ellenfélnek van igaza, akkor is gyilkosan azt kiáltom, hogy a Fradinak van igaza, vagy a magyar válogatottnak. Mi hősöket próbálunk ábrázolni a színpadon, akikkel lehet azonosulni, akikkel lehet menni. A pályán egy jó meccsen ősök születnek, akikkel ugyanúgy lehet azonosulni, akik hitet adnak, erőt adnak. Egy ilyen zűrzavaros világban, egy ilyen fájó, összezavarodott világban abszolút megfogható, tiszta kapaszkodókat. A következő meccsen a következő bajnokok ligája meccsünkön egy olyan egykori igazolt játékos, egy olyan ember fogja a kezdődmest elvégezni, aki 77 éve Fradi szurkoló. És aki a futball szerelmese, aki volt igazolt labdarúgó, és most azok a korábban hívják, és a nemzet színésze, és talán azt is mondhatnám, hogy a magyar színjátszás legendája, úgyhogy mi nagyon megtisztelve érezzük magunkat, hogy a következő meccsen erre sor kerítettük. Zoli barátom, kollégám, az egyik próba után ő volt a rendező is. Azt mondja, Gyula, milyen drukker vagy? Mondom, Fradi, azt mondja, hogy úgy, jó. Mert a fradisták azt szeretnék, hogyha a 19-en jól volt, a 19-ei meccsen te utáld a kezdőrugást, most nem fogjátok elhinni. Én azt hittem, elrökülök örömömbe, ugyanis én 12 éves korom óta Fradi Drucker vagyok. Mindkettőjükhöz tennék egy kérdést, elnök úrhoz, hogy mikor volt utoljára a színházba, vagy mennyire látogatja a Nemzeti Színházat? Három hónapja az Asznás Érdelpistát láttam. Most a harmadszor. Szerelmese vagyok a színháznak. És a Nemzetiben két éve voltam. Tehát az, hogy nem ma volt már. De ez nem a bágyaim miatt van, hogy nincs hozzá kedve, hanem nincs hozzá idő, inkább az a legjobb. Attilához is, hogy te mennyire jársz futballmeccsekre? Rendszeres futballmeccsekre járó ember vagyok, úgyhogy ide is sokszor. És akkor most az a része a sajtótájékoztatónak, amikor a vezérigazgató és elnök úr kézjegyével látja el a megállapodást. A színház is készült ajándékkal, Gábor, ez ugye kapod? És akkor azt kérném, hogy egy közös képbe álljunk össze itt a sajtófal előtt.
ezt, amit kérdezni, aztán nem engedek meg. Tehát a próbán nem szabad ezt csinálni. Vagy hogy valahogy csak befejezte a beszélgetést akkor. Viszont mindig megcsinálja. Gábor, Gábor, te ajándék. A unokámnak a születésnapja, ami volt, hogy mit vettem az Encinek születésnapra, mondta neki, hogy én pénzt adok neki a születésnapra.